Így Láthatatlanban nem sokat tudhatunk meg a témához kapcsolódva a felnőtté válás gyötrelmeiről szóló Göttinger darabban a szerző életéről. Nyilván van mondandója, hanem is saját ifjúságáról, de gyanítható, hogy a körülötte élő emberek adtak okot a dráma megírásához. Vagy talán más, valami általános emberi sors folyamat indította az előadásra. Minden kiderül majd, ha végre bejutunk a színházba, hiszen most is csak egy házi bemutató lehetett a Kamarában, közönség nélkül. Erre kötöttem most szövetséget ezekkel a színészekkel, hogy olyan szerepeket játszanak, amik kimondottan a személyükre íródtak. Tehát most nem kabát hozzon a gomb, hanem gombhoz a kabát. Előbb tudtam, hogy kik lesznek benne, és utána próbáltam elképzelni egy történetet, amiben mindannyian jól érzik magukat, és amin keresztül mégiscsak tudunk valamit megragadni arról, amiben vagyunk most. Egy olyan lányról szól, aki megelégelve, hát tulajdonképpen elkeseredve attól, ahogy az élete alakul vagy nem alakul, egy nagy kivonulást határoz el, és ott hagyja a városi életét, egyedül van, szülei meghaltak, és egy távoli szigetre megy, Skóciában, ahol egy egész kicsi közösséget talál, és ahogy a krimi bontakozik ki, úgy derül ki, hogy több köze van az ottani régi történésekhez, mint gondolja. Tehát ez egy félig egy történelmi színdarab, félig pedig egy keressük a gyilkost jellegű krimi. Tehát a felnőtté válás az eleve egy traumatikus dolog, körülbelül oda esik, ahol az ember nem tudja a döntéseit másra fogni. Az embernek persze felelősséget kell vállalni a döntéseiért, ez egy határpont, ami meshet a kamaszkor végére, de eshet a felnőtt korra is. Odázható, de el nem hagyható, vélekedik a szerző. Ennek a fájdalmas folyamatnak, ami vagy titkok lapulnak, vagy nem, az embernek az magában elnyomott titkai, vagy azok a visszatartott, soha ki nem beszélt, soha ki nem mondott, soha fel nem tárt kaszamatái, amik a szívében vannak, és ez mindannyiunknak biztos, hogy van. Ezek a kaszamaták kinyíljanak-e, vagy ne valaha, ez is egy nagy felnőttség próba. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindannyian tudunk kapcsolódni egy ilyen jellegű történethez, túl azon, hogy a krimi egyébként foglalkoztató. Ha valamire megtanított minket, akár a családunk története, akár a közelmúlt történelme, akár a közösségeink történelme, az igenis az, hogy a rossz döntés létezik. Létezik és kísért mindannyiunkat. És annak a biztos, hogy nem az elhallgatás az ellenszere, hanem a rossz döntést fel kell ismerni. Ez egy társadalmi retke is egyben. A háttérben egy régi történet bontakozik ki háborúról, kémekről, vesztesekről és árulásról, előttünk pedig egy mai a felnőtté válásról, a felelősségről, az elhallgatásról. Arról, hogy hogyan málik semmivé az, amit gyerekfejjel megingathatatlannak hittünk. És hogy ez igazából még nem katasztrófa, hanem egy napfelkelte ígéretem, ha észnél vagyunk. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják. Fiona szerepében vendéget Fodor Boglárkát láthatják. A további színészek Tóth Károly, Ijjés Ákos, Peregitzer Fruzsina, István István és Tart Dániel. A közönség előtti bemutató ideje ma még ismeretlen.